A mai álláspont szerint ugye az egész eurázsiai pusztai térségben szkíta és hun népek éltek. Most már felvetik azt a régészek, orosz, mongol, kínai régészek, hogy nem kéne például a szkítákat és a hunokat olyan élesen elkülöníteni, hiszen ugyanaz az anyagi kultúrájuk, nagyon hasonló a régészeti anyaguk, tehát Minyajev például már azt mondta, hogy akár egy népről is beszélhetnénk a leletek alapján. De ugyanez vonatkozik a kínai történeti forrásokra, akik például nem különböztetnek meg szkítákat és hunokat, hanem következetesen ők hunokról beszélnek. Ez a legkorábbi forrásokban is feltűnik, különböző neveken említik őket. Ezeket a kínaiak nagyon szépen kikutatták, és arra a megállapításra jutottak, hogy az első kínai dinasztia, a Szia dinasztia is valójában Hun volt. A hunokról kialakított kép a kínai források tükrében teljesen mást adnak, mint amit az európai kutatók gondoltak róluk. Például nem igaz az, hogy alacsonyak voltak, mongoloid jellegűek voltak, hanem a régészeti források és a kínai krónikák egyértelműen azt állítják, hogy európid jelleg dominált náluk, legalábbis a vezető rétegben, amit mindig a történeti kutatásoknál kell figyelembe venni. Nagyon fontos az, hogy magasak voltak. Tehát leírják a kínai források, hogy akár 2 méter magasra is megnőttek a hun uralkodók. De ugyanezt lehet hagyjuk egyébként a mongoloknál is, ahol feljegyezték, hogy a dzsingiszide uralkodók 180 centinél magasabbak voltak, és ez a nemesség egyik jellegzetessége mai napig Kínában is, illetve Mongóliában is. Mondhatjuk, amit teljesen elfogadott az egész orientalista világ, hogy a hunok alapították meg azt a világbirodalmat, vagy azt a pusztai civilizációt, és ők fejlesztették olyan fokra, amelyet a későbbi pusztai népek mind átvettek, egészen a mongol korig. Tehát igazából a Dzsingisz Kán, amikor megalapította a mongol birodalmat, akkor ő is ugyanúgy hun alapokra épített, mint mondjuk a vérszerződést megkötő 7 magyar vezér Etel közben. Attillát mindenhol nagy tisztelet övezi, mehetünk akár Kínába, Mongóliába, Kazasztánba, ugye Törökországba, de a legújabban például a németek és a franciák is behatóan foglalkoznak a hun kérdéssel és Attila személyével. Nemrég jelent meg egy francia publikáció, amely éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy Attila udvara milyen fényes, hatalmas központ volt Európában, sőt, ő kapcsolatot tartott a keleti hunokkal, tehát egészen Észak-Kínáig elért a keze. Ezt nagyon kevés nép mondhatta magának az európai kontinensen, sőt, ugye arról se szabad ilyenkor elfeledkeznünk, hogy a hunok alkották meg a világ legnagyobb birodalmát, és a leghosszabban fennálló birodalmat, hiszen a római birodalom töredéke volt annak, amit ők létrehoztak, és a hun birodalom sokkal fejlettebb volt, mind államszervezetileg, mind műveltség tekintetében, és sokkal egységesebbnek mondható. De azt mondhatjuk, hogy a rovásíráson kívül nagyon sok egyéb írásrendszert ismertek, hiszen előkerültek a hunoktól olyan pecsétek, amik kínai írással vannak írva. Tehát azt is ismerték az arámi jellegű írásokat. De a későbbi korokban például brámi, szír, arab, perzsa jellegű írások voltak, amelyeket nem az ott élő kereskedők használtak, hanem bizonyíthatóan a pusztai nép. Tehát itt már nem az a kérdés, hogy volt-e írásuk, hanem hogy hány írást ismertek. Ugyanígy van a nyelvben is, hiszen több nyelvet is kellett tudniuk. Ugye ez a francia szerző is kitér erre, hogy Attila több nyelven beszélt folyamatosan, tökéletesen, pont azért, hogy megértse az alattvalóknak a beszédét. Nagyon fontos még itt a városokra visszatérni. Ez egy teljesen elhibázott elmélet volt az európai kutatóknál.
szintén ugye újabb eredmény, mint Mongóliában, mint Kínában, hogy nagyon ősi városnyomok kerültek elő, amik a hunokhoz köthetők, illetve folytonos, tehát folyamatosan lakottak voltak ezek a városok egészen a mongol korig, vagy még azt követően. Tehát a jelenlegi álláspont azt mondja, hogy Mongóliában körülbelül 300 városi településnek a nyomai vannak meg, Észak-Kínában, a mai belső Mongólia területén körülbelül 500 romot találtak, és a kínai kutatók itt felhívják a figyelmet arra, hogy ezek a legrégebbiek Kína területén is. Tehát nem elég az, hogy ilyen mennyiségben vannak, hanem azt láthatjuk, hogy még az ősi kínai kultúrán belül is ezek a legrégebbiek. Szinte azt mondhatjuk, hogy minden tudományág igazolta a hun-avar magyar rokonságot, de ezt ugye nem hozzák számunkra nyilvánosságra, illetve azokat a kutatókat, akik ezzel foglalkoznak, vagy ezt bizonyítják, azokat vagy elhallgatják, ha már publikálták ezeket az anyagokat, vagy pedig egyáltalán kiközösítik a tudományos közéletből, és így nem érvényesülhetnek ezek az új szempontok. Most már azt láthatjuk, hogy külföldről fognak ezek a tudományos érvek érkezni, hiszen tudhatjuk azt, hogy Nyugat-Európában is nagyon sok hun kutató van, sőt már az Egyesült Államokban és Kanadában is szép számmal gyűlnek az adatok, de ami számunkra még fontosabb, az, hogy a Kínában élő mongolok, illetve Mongóliában élő mongolok, sőt ugye a kazak és egyéb török nyelvű kutatók is ráálltak a hun témára, és aki még eddig idejött hozzánk, legyen az régész, történész, nyelvész, mind azt mondja, hogy ennek a nagyfokú hasonlóságnak csak egyetlen egy bizonyítéka lehet, ez pedig, hogy mi is a hunoktól származunk. Ucsiraltú professzor a Belső Mongóliai Tudományegyetemen dolgozik. Nyelvész és irodalmára a fő szakterülete. Igazából azért jött ő is ide, mert hallotta, hogy itt volt egyrészt a hunok központja, másrészt ő már nekem 2 évvel ezelőtt azt nyilatkozta, hogy a hun és a mongol hasonlóságnak csak a mongol és a magyar hasonlóságoknak csak a hun lehet az alapja. És ő 600 hun szót már kigyűjtött a kínai krónikákból, amelyek ugye hun nyelven íródtak. Ő kitalált egy nagyon alapos módszert, hogy hogyan lehetne ezeket rekonstruálni, és a korabeli, tehát a nagyon korai török és mongol szavakkal vetette össze. Igazából a mongolhoz jobb példákat talált, mint a törökhöz, tehát ő azt vélte, hogy a hun nyelv a mongolhoz nagyon közel áll. Igen, ám, csak amikor eljött Magyarországra, akkor döbbent meg, hogy az általa rekonstruált szavak, aminek sokszor már nem tudta az értelmét, mert a mongolban is már egy eltorzultabb alak van, a magyarban sokkal pontosabban és sokkal szebben megvan, tehát azt bizonyít, ez is, ugye, hogy mi egy nagyon archaikus hunkori nyelvállapotot őriztünk meg.